Üdvözletem! Ez itt a horoszkóp, és ebben a videóban a Mothers of Tears, azaz a könnyek anyjára szeretnék nektek beszélni. Vágjunk is bele! A könnyek anyja a Suspiriának és az Infernónak a folytatása, tehát a trilógia bezáró része. De még az első rész 1977-ben, a második 1980-ban, addig ez 2007-ben, azaz 27 évvel az első rész után készült, ami rengeteg kérdés felvet. Tehát, hogy ugye öregedett ugye Argento is, aki kedvenc rendezőm, aki rendezte. Rengeteg idő eltelt, változtak a szokások, változtak ugye az anyagi dolgok, amit beletesznek a producerek ugye a filmekbe, és mindezek ellenére úgy döntött, hogy elkészíti a harmadik részét ennek a filmnek. És mindjárt ki is térek rá, hogy mennyire méltó ez szerintem, mint harmadik rész. Egyébként, ha jól tudom, ez egy svéd vagy norvég, tehát így a nyelv alapján nem vagyok benne biztos, milyen borítóra van írva. Blu-ray kiadás, igazából nem tudnám ajánlani senkinek sem. Ja, bocsánat, rosszul mondom, ez a Giallo van meg nekem, úgyhogy svéd vagy norvég, ez francia. Ez egy francia Blu-ray kiadás, nem tudnám ajánlani senkinek. Ugyanis ahogy angol hangra váltunk, rákerül a francia felirat, és nem lehet levenni. Tehát úgy nézi az ember angol filmet, hogy végig rajta van a francia felirat. Ha meg franciára kapcsol az ember, akkor meg francia hang van. Tehát még aki tud franciául, annak oké. De én angolul néztem ugye a filmet, és végig rajta volt a francia felirat. Kéne egy normális Blu-ray verzió ebből is egyébként. És ugye, ahogy elindul a film, már abban kezdődik a zenéje, ami nekem kifejezetten tetszik, hiszen Claudio Simonetti csinálta a zenét, aki ugye a Goblinban volt benne, aki csinálta a zenét például a Suspiriának, vagy a Deep Rednek is, ugye, illetve egyéb Argento filmeknek is. Úgyhogy az kifejezetten tetszett a zenéje, sőt ugye még a Danny Filth is csinált egy rock verziót ugye a filmből, ment a zenéjéből. De viszont, ami már előtt, főleg úgy, hogy valaki elsőnek megnézi az első két részt, és ez jön a harmadiknak, hogy digitális anyagra lett forgatva a film, tehát nem normális filmre lett forgatva, hanem digitálisan, és más lesz alapból a hangulata a filmnek. Illetve a legtöbb jelenetnek picikét ilyen olcsó jelleget kölcsönöz. És igazából maga a történet az eléggé zavaros, ilyen kis zagyvaság. Ez nem annyira összefüggő, mint még egy Suspiriánál, messze nem. A színészek között ugye hát Argento lánya, Ázia természetesen, ki más lenne, aki szerintem oké a szerepbe, de lehetett volna jobb is. Benne van Daria Nicolodi, de csak szellemként ilyen nagyon-nagyon green box előtt szereplős részei vannak, amik szerintem nagyon elütnek a filmtől. Illetve rengeteg gore jelenet van a filmben, tehát ilyen belezés, szó szerint belezés. Tehát olyan jelenetek vannak benne, ami Argentóra nem igazán volt jellemző. Inkább nem akarok ilyen dolgokat mondani, mert de inkább akkor hasonlítsam olyat az, aki méltó Argentóhoz, Fulcsinak voltak ilyen filmek, amiben ilyen extrém esetekben eléggé gor jellegű volt, ami nála jól is állt, meg ott indokolt volt, ugye Fulcsinál. Argentónál picikét olyan furcsa szerintem, és hogyha oda teszem az első két filmhez, akkor azt mondanám, hogy ez biztos nem Argento rendezte ezt a filmet, pedig ő készítette. Természetesen ugye jóval kevesebb pénzből, ami baj ugye az új olasz filmeknél, új, hát ez is 2007-es, hogy nem kap elég pénzt rá, ugye kapkodnia kell, gyorsan csinálni. És meglátszik a filmen az, hogy telik az idő, hogy Argento se ez a fiatal paripa, aki tényleg tele van ötletekkel, meg mindennel. Illetve mindig a lányát ugye beleteszi, nem mindig, de elég sűrűn ezekbe a filmekbe. És igazából maga a gore effektek amúgy jól néznek ki. Tehát Sergio Stivaletti csinálta, aki egy híres olasz
horror, sminkes, speciális effektmester, az teljesen rendben van a filmben, de én szeretem a gort, én imádom a filmben, jól meg van csinálva, ebbe is jól néz ki, csak hogy ennek nem erről kéne szólnia. Szerintem ez nem igazán egy méltó folytatása az első két résznek, ennek ellenére szórakoztatónak mondanám. Valaki el tud ugye vonatkoztatni attól, hogy az első két rész milyen jó. És például maga, hogy kinéz a könnyek anyja, hát a harmadik boszorkány, hát az első két boszorkányhoz képest nagyon nagy csalódás. Ebben egy csinos topmodell igazából, minden testrészét lehet látni a filmbe. Gyönyörű, de nem erről kéne, hogy szóljon szerintem egy film, hogy milyen mutatós egy nő benne. Van egy-kettő CGI, ilyen computer animált effekt, gondolok itt a pont a eszembe jutott a boszorkány, ahogy ami történik vele. Ahogy ami történik vele, az nagyon-nagyon látszik, hogy CGI, meg vannak ilyen CGI dolgok, ami nem kellettek volna szerintem a filmbe. A befejezés az nagyon mesterkélt, nem igazán lehet érezni ezt az apokaliptikus hangulatot, ami eluralkodik Rómán, mert hogy előjött a boszorkány, és akkor mindenki megbolondult. Én ezt nem igazán éreztem a filmet. Érdekes volt, hogy volt egy magyar mondat a filmben, amikor a katakombákban lent mászkálnak ugye a főhőseink. És az a baj, nem érzem azt a katartikus élményt, mint a Suspiriánál, vagy az Infernónál, ami történik, amikor a boszorkány ugye úgymond, ami történik a boszorkányjal, ami utána történik, nem érzem azt a katartikus élményt. Úgyhogy egy picit olyan zavarosnak mondanám a filmet, illetve vegyesek az érzelmeim. Minél többször látom, annál több hibáját látom ennek a filmnek, és nem mondom azt, hogy egyre kevésbé élvezem, de egyre inkább zavarnak a hibái ennek a filmnek. Mindenesetre megjelenne egy nagyon jó Blu-ray kiadás ebből, mondjuk az árótól, de jó lenne, megvenném, főleg, hogy tele lenne pakolva extrákkal. Mert én sok mindenre kíváncsi lennék ezzel a filmmel kapcsolatban még. Igazából egy jó Argento interjú, tehát ő tudna igazából napra kész dolgokat mondani, ugyanis ő mindig őszintén elmondta a véleményét a filmjeiről, ha jól sikerült, ha nem. Úgyhogy én ennyit mondtam volna erről a filmről. Egy közepes ajánlást tudnék neki mondani. Tehát aki szereti az első kettőt, úgy nézze meg a filmet, hogy nagyon csökkenti az elvárásait. Ahogyan Daria Nicolodi mondta, hogy szerintem még nem készült el a harmadik rész még mindig. És én valamilyen szinten ezzel egyet is értek, hogy bár elkészíteni Argento a harmadik részt újra, és annak méltóan, ahogy ez kellene. Én röviden ennyit mondtam volna erről a filmről. Ha láttad a filmet, érdekelne, hogy neked mi a véleményed róla. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Iratkozz fel, légy szíves a csatornámra, és a következő videóig is. Béke!